Mit értünk diversity, avagy sokszínűség alatt? Azt, hogy az emberek eltérnek egymástól. A sokszínűség olyan, amellyel fokozni lehet a vállalatok sikerét a különbségek értékelésével és kihasználásával. A sokszínűség mára már részévé vált a vállalatvezetésnek, ezért az összes foglalkozásnál tudatosan figyelembe veszik az egyéniséget, és a sokszínűséget a siker kulcsaként használják. Zagyi Enikő vagyok. Király Dorina vagyok. Máté Zsolt vagyok. Fodor Márton Róbert vagyok. Szúnyog Bianca vagyok. Ezek a fiatalok mind-mind a Puskás Tivadar távközlési technikum 9. AETP osztályának tanulói. Ez az 5 gyerek látszólag átlagos. Pásztorról jöttem, és a nővéremnek is sokat adott ez a program. Ezért gondoltam úgy, hogy én is ide szeretnék jelentkezni. Kesszent Andrásról jöttem, és azért tetszett meg az Arany János tehetséggondozó program, mert úgy gondoltam, hogy sok olyan lehetőséget biztosíthat számomra, amelyet más középiskolák nem adhatnak meg. Fonyodról jöttem. Azért jelentkeztem az AETP-be, mert az AETP nagyon sok mindent nyújt, és egy nagyon jó közösséget alkot. Mártatlanul jöttem, azért jöttem ebbe a suliba, mert tesóm mesélt a programról és a suliról, és megtetszett. Pálmos Mikoláról jöttem. Azért választottam az Arany János tehetséggondozó programot, mert egyik barátnőm ide jár, és nagyon sokat mesélt róla, és nagyon megtetszett. Átlagos, de mégis más. Az AETP-vel, azaz Arany János tehetséggondozó programmal lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeknek az ország minden pontjáról, hogy olyan középiskolákban tanuljanak, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való felkészítést. Nem tudom, hogy ön mit lát, de mi csak gyerekeket, boldog gyerekeket, akik jól érzik magukat együtt, mindenféle kor, nem vagy rassz szerinti előítélet vagy sztereotípia nélkül. A tolerancia nem arról szól, hogy megváltoztasd, hanem arról, hogy elfogad. Vissza hozzád, minket hajj egy szép napon, azért vannak a jó barátok. Krisztián Gergő vagyok. Korsós Mátyás vagyok. Zemen Dávid vagyok. És mi készítettük ezt a videót.